Felszólítom, ha valóban fontos az ön számára a magyar súlyemelés jövője, azonnali hatállal mondjon le a Magyar Súlyemelő Szövetségben betöltött pozíciójáról, és kérje erre fel az ön által idehozott hozzá nem értő barátait is. Így szól annak a nyílt levélnek az egyik sora, amelyel Nagy Ákos fordult Dobos Imre szövetségi elnökhöz, az okokról és a magyar válogatott riói reményeiről a korábbi kétszeres junior világbajnok súlyemelőről beszélgetünk a most következő percekben. Szervusz. Jó reggelt. Most így mutattalak be, de azért nem szabad eltitkolnunk azt a tényt, hogy az elmúlt években azért az erős ember viadalogon értél el világklasszis eredményeket, Ákos. Így van, ez a hobbim. Ez a hobbi, de azért már csak azért is fontos, hogy helyre tegyük a te a súlyemelésben, mert az elmúlt napokban kialakult nevezük anomáliának kapcsán, azt lehet érezni, hogy, hogy a te személyed és a súlyemelésnek a kapcsolata, mintha egy kicsit ilyen bagatelizált minőségbe került volna. Igen, hát ezt próbálja az elnök úr, egy nagyon ügyes mondhatnám göbbelszi propagandával sugalni, hogy nekem nincsen közöm a dolgokhoz, és én a partvonal széléről kiabálok. Ez mennyire nem igaz, az egy-két tény szemlélteti. Januárban lesz 30 éve, hogy az igazolásomra Tatabányai Sportklubra rájutotték a bélyegzőt. Én magam a hugommal 10 magyar bajnoki címet nyertünk, és édesapám a előtteremben halt meg Tatabányán. Ez azért szemléltető, hogy van némi közöm talán a sportákhoz. Hát, sőt, mint több, ha jól tudom, akkor van klub, amelyet alapítottál, Sőt, vagy mozgalom is, ugye? Ha mindenki Így sőt, van, kíván... van egy klubunk, ami nem nyert felvételt a Magyar Sima Szövetségben. Ennek az oka, hogy az elnök úr egy magántőkéből létrejövő klubot nem tart értéknek a sporták számára, uh -huh. és ez a legnagyobb probléma. Bezárták az elmúlt években a sporták kapuit, nem folyik tudatos sportágépítés rombolás folyik, és a hatalom megtartása, minden energiájuk erre megy. Most azért viszont ezt meg is csak egy felvetődött bennem egy gondolat, csak hogy tisztázzuk esetleg a, a dolgok érzelmi vagy, vagy tárgyszerű hátterét. Ugye mondod, hogy a klubon nem nyert felvételt a Magyar Súlyvelő Szövetségbe. Ez, ez nem mondjuk nem lenne elég ok, hogy haragudj az elnökre? Ez nem harag kérdés, azt gondolom itt tényekről beszélünk. Magyarországon a súlyemelés egy egy olyan tradicionális sportág, én azt gondolom, most az, az egyik legsikeresebb olimpiai sportágunk, és egy olyan érték a magyar sport számára, amelynek a további leépülését hagyja a magyar sportvezetés, akkor annak hatása lehet más sportágakra is, hiszen így, ahogy a mi mozgalmunk neve is jelenti, mindenki súlytemel, emel, atléták, evezősök, kajakkenusok, csapatsportákban, jégkorongosok, Bádisok, ö, testépítők, mindenki használja a súlyemelés mozgásanyagát, és azzal, hogy nem folyik tudatos sportágépítés, az egy egyetemes magyar sportot érik el. Na most öm, alapvetően ez a, ez a nyilván van azért egy személyes ellentét, és ezt nem lehet vitatni, hozzáteszem persze nyilván nem ez a fő motivációja a dolognak, hiszen ha megnézzük valóban a számokat, a tényeket, éppen olyan érdekes volt, ö, tegnap találtam egy itt 2011-ben készült beszélgetést, szinte nem azt mondom, hogy napra pontosan, de hasonló körülmények között, az elnök úrral, amelyben szintén ugyanis sajnálkozott, hogy nem sikerült a Londoni olimpiára. Olyan számok volt a szerzés, mint hogy szerette volna, tehát azért az már annak jó néhány éve. Ugye egy, egy másik olimpiáról beszéltünk mi minden hiányzik ezek szerint évek óta, hiszen te azt mondod, hogy 2008 óta, mióta ugye ő elnököl, és ezek szerint, ahogy mondod, majd azért a barátokra úgymond kitérünk, azóta mi történik, vagy inkább mi nem történik, hogy, hogy végül is a jelene a súlyemelő szövetségnek úgy néz ki, ahogy. Ez így van, most már hosszú évek sora óta az elnök vezeti a sportágat, ami látszik és mély nyomot hagyott a sportágon, olyan belső viszonyok uralkodnak, amelyik nem teszik lehetővé az, hogy egy komoly sportszakmai munka folyjon. A legnagyobb probléma az, hogy egy országos sportági szakszövetségnek nincsen országos lefedettsége, a súlyemelésnek gyakorlatilag nincsen tömegbázisa, komplet megyék, megyei jogú városok vannak, ahol nem működik súlyemelő szakosztály. Az elnök úr nyugodtan le tudja úgy hajtani a fejét egy országos szakszövetség vezetőjeként, hogy gyakorlatilag nincs országos elérése a súlyemelésnek. Annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy ilyen népszerű a súlyemelés, az elmúlt 30 évben nem volt a világban mint, mint manapság? Én azt akartam kérdezni, hogy általában ugye az a folyamat szokott bekövetkezni, mondjuk így ö, országokon belül, hogyha van egy, egy olimpiai siker, többnyire mindig ezt olimpiához kötjük, akkor ugye onnantól kezdve sokkal könnyebb elérni a fiatalokat, sokkal nagyobb a merítési lehetőség. E, egyszerűen megindul egy sportági e, mozgolódás, viszont ugye az elmúlt években ilyen nem volt, tehát abban a tekintetben nyilván sokkal nehezebb a munka, és sokkal nehezebb lehet mondjuk. E, kapacitálni a fiatalokat azzal a célzattal, hogy éppen a súlyemelést válasszák, amikor nincs most konkrét jelenkori példakép, akihez hasonlítani szeretnének. Így van, ez a, nagy, nagyjából úgy néz ki, hogy a harmadik olimpiánk lesz a Rio-i, ahol gyakorlatilag kódolva van ez a sikertelenség. Ezért nyilván valakinek vállalnia kell a felelősséget, az elnök úr nem vállalja a felelősséget, annak ellenére, hogy magát felelős sportvezetőnek tartja. Ez nagyon szomorú. Ezek tények. Ezeket lehet szépíteni, de a tény attól tény. Ha ma kivegyünk az utcára, megállítunk egy szülőt, és megkérdezzük, hogy a 8-10-12 éves gyerekét milyen sportágra iratná be, vagy lehozná és -e súlyt emelni, meggyőződésem, hogy 100 szülőből közel 100-nak eszébe sem jutna a súlyemelés szó kiejtése. És ez ami még nagy probléma, a társadalom képét és azokat a negatív stereotípiákat, ami az emberek fejében él a súlyemelése kapcsolatban, ötlete sincs a szövetségnek, hogy ezeket hogyan lehetne megváltoztatni. A és dopingra az gondolsz, mint negatív Ez az, az egyik... Sajnos ugye éppen most is volt egy egy dopingeset, ami, ami kapcsán ugye volt egy átütött versenyző világban. Ez legelőzően. egyik és azt gondolom a legkárosabb negatív a sportággal kapcsolatban, de mondhatnék még olyat és én találkozom szülőkkel, akik megkérdezik, hogy akkor a gyerekem pici marad, fájni fog, gerince tönkre fog menni, ennek természetesen egyik sem igaz, és ezt kellene elmagyarázni, és elmenni mindenhova, elmenni tornatanárokhoz, testnevelőkhöz, sportorvosokhoz, meggyőzni a szülőket, hogy a súlyemelés nem egy ördögtől elvonatkoztatott dolog, hanem az egyik legfantasztikusabb alapsportágunk. Uh -huh. No, hát akkor még egy picit azért beszélünk arról, tegnap itt volt Egri Viktor műsorában a végközében Dabos Imre, és Hát az egy dolog, hogy a neved nem került szóba, de nyilván részben azért is, amit ugye beszéltünk a veled kapcsolatos hozzáállásáról a, témát, a témát illetően. Viszont ő folyamatosan azzal érvelt, hogy, hogy most nem, de majd, mert hogy meg kell nézni, hogy van junior Európa bajnok, van csúcstartó, hogy gyakorlatilag ott az utánpótlásban a remény, az eredmény, és, és, csak egy kis türelem kell ahhoz, hogy ezek, ezek a fiatalok beérjenek. Hosszú évek óta nagyon türelmes azt gondolom a magyar közvélemény és filmelő társadalom. Az igaz, hogy van valóban egy-egy elszórt eredmény, de egy pár számadatot szeretnék akkor mondani. Ezen a hétvégén rendezik az U17-es Magyar Bajnokságot, ahol a hat női súlycsoportban hét darab induló van. És ez az a korosztály, akinek nagyjából a 2024-es olimpiára oda kellene érni. Ugye jól tudom, ma téma lesz a 2024-es olimpia. Lehet, hogy a mob vezetőségének meg kellene kérdezni, kedves barátját, elnök urat, hogy de akkor hol vannak innen a versenyzők Magyarországon? Igen, de ugye az is érdekes, hogy <coughs> például a Súlyemelő Szövetség sikertelensége kapcsán az nem merült fel, legalábbis láthatóan a mobban, hogy adott esetben az elnök személyét támadja. Ellenben ugye abban abszolút nem, hogy partnerek voltak, hogy Ördögi István Szövetség kapitány távozzon, hanem állítólag már ezt korábban szeptember környékén kezdeményezték. Mondhatnám, hogy kis vicces, hogy ez egy ördögi színjáték az egész. Ugye tegnap megjelent egy sajtóhír, amiben az elnök úr elmondja, hogy már a, már a világbajnokság előtt egy elnökség erről határoztak, hogyha sikertelenség lesz, akkor ördög úr menni fog, és négy szemét nevez meg lehetséges kapitányként. Uh, ami azért, mert azért sánt itt, mert ez vagy nem igaz ez az állítás, ha igaz, akkor viszont nem tájékoztatták erről a tagegyesületeket, hiszen szóval az alapszabálypontja pontja kimondja, hogy írásban az elnökségi döntésekről tájékoztatni kell az egyesületeket. Ez a mai napig, a múlt heti, ezek szerint vagy két héttel ezelőtti elnökségülésről nem történt meg, én legalábbis nem láttam a Szövetség honlapján sem. Úgyhogy vagy nem tartja be az alapszabályát az elnök úr, vagy nem, nem mond igazat, de ez csak egy mellékes zönge. Én azt gondolom, hogy a kapitány személy egyébként teljesen indiferens nem a kapitány emel, és, nem a, és a kapitány személyétől nem lesz több súlyemelő Magyarországon, nem lesz több egyesület. Az, hogy az egy egyesületek száma valahol 30 körül van, és nem enged új egyesületeket létrejönni az elnök, az azért van, nagyon egyszerű, a hatalom megtartása a legfontosabb számukra. Mert valaki úgy, létrejön... úgy gondolnád, hogy ha egy nagyobb létszámú tagság, tehát értelemszerűen több klub, több delegát mondjuk például egy van. közgyűlésen. Ha ezt akartam mondani, Aha. ettől félnek, hogyha Magyarországon létrejönnek és én kapacitálom és nagyon sok klub áll sorban és kéri a tagfelvételét vagy kérné, uh -huh. de neki se indul, neki se fut a tagfelvételi folyamatnak, pontosan azért, mert látta a mi példánkat. Uh -huh ez az tulajdonképpen valahol azért egy jogi, bocsás, meg, azért ez egy, egy, jogi procedúra. Csodálkozom, hogy ilyen formán azért a szövetségnek egy, van módja ezt megakadályozni, hiszen ugye a bírósági bejegyzés, stb. A, a bíróság bejegyzés az egyesületekre vonatkozik. Uh -huh. A tagfelvételi kérelmet a szövetség azt folytatja le. Uh -huh. Az SMS-ében rögzített feltételeknek kell megfelelni, viszont az alapszabálynak van egy pontja, egy gumicsont jogszabály, ami azt mondja, hogy megtagadható minden olyan egyesület felvétele, amely nem teremt értéket a magyar sémelés számára. Az, hogy mi az érték, az pedig az elnök úr mondja meg. ők ja és ez egy gumicsont, ez nagyon jó indoklás, azt lehet mondani, hogy van egy ilyen jogszabály, ez nem teremt értéket. Tehát még egyszer egy saját több milliós magántőkéből létrehozott súlyemelő klub ma nem jelent érték az elnök úr számára. Mm -hmm. Jó, hát ez minden esetre valóban érdekes dolog, illetve az is érdekes dolog, hogy mondjuk ilyen alapszabályjal adott esetben egy, egy szövetség működhet, és ezt mondjuk például ugye bejegyzi. Ez jogilag a megállja a helyét, én azt gondolom sportetikai és sok szempontból viszont nem hát igen, nagy valószínűséggel azért ez, ez mindenképpen hagy kivetni valókat maga után. Ákos, hát, akkor beszéljünk a, a megoldásokról, ugye egyfelől azt mondta, hogy a szövetségi kapitány, ugye vannak sportágak, ahol azért a szövetségi kapitánynak a, a, működése az nagyban meghatározza a sporták sikerességet, ezért szokták cserélgetni olyan sokat, most nem akarok hirtelen példákat mondani, de tudnék kapásból, ahol valóban stratégiai munkát végez a szövetségi kapitány, csapatsportok alapvetően, tehát ott el lehet küldeni a szövetségi kapitányt sikertelenség esetén, bízva abban, ugye, hogy majd ez, ez, változik egy új kapitány személyével. Ö, nem feltétlenül az elnököket kell cserélni annak érdekében, hogy a sportágban változás vagy eredményesség történjen. Akkor ezek szerint azt mondod, hogy a súlyemben is egy olyan műfaj, hogy tulajdonképpen a szövetségi kapitány jelenléte, hát nagyon, hogy mondjam, sarkítva a dolgot, nem azt nem szoroz, mert hogy magának a sportági működésnek a minősége az alapvetően a fejétől pont, 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 tehát hogy az elnök személyétől Válhat gondol... minőségivé, vagy éppen nem? Én csak ezt sem gondolom, nyilván az elnök meghatározó egy sportákban, hiszen azokat a sportpolitikai szakmai irányokat, az elnökség, a szövetség munkáját ő neki kell irányítani, az egy személynek kellene, hogy legyen. Az elmúlt években láttuk, hogy ez nem működik. A nonsens, a Magyar Sima Szövetség alelnöke egy edző. Olyan vállalkozó barátok működnek a Sima Szövetség elnökségében, akik életükben nem fogtak súlyemelő rudat, szakítást a lökéstől kis túlzásra nem tudják megkülönböztetni. Bocsás, megítem, csak azért vágok közben, ez mert ugye ma, ma sok esetben épülnek úgy föl a szövetségek, nem kell nagyon messzire nézni, nem feltétlenül szakemberek ülnek az elnökségben, vannak persze, elsősorban mondjuk ilyen szakák felelősök, de sok, ember, sok esetben pénzemberek, üzletemberek, olyanok, akikről azt reméli egy sporták, hogy tehát ez mondjuk annyira nem lenne meglepő jelenség, ha csak. Abszolút. Én nagyon örülnék, ha lennének nálunk pénzemberek, de ha megnézzük az elmúlt évek mérlegeit, akkor az a nagyon sok milliós támogatás, amiről az elnök úr beszél, ez nem látszik a mérlegben, hiszen a gyakorlatilag üzleti alapon értendő szponzorok nincsenek a Sémely Az elmúlt évek magyar bajnokságai nem nagyon láttam logót vagy kitéve a háttérben, ugyanaz a Molinó van körülbelül 10 éve, a háttérben, tehát üzleti alapú szponzoráció nem létezik a magyar azt is, azt is mondtad egyébként ebben a levélben, hogy tulajdonképpen éheznek a súlyemelők ma Magyarországon. Így van, tehát... nyomorognak a, a mai magyar egyesületek többsége, ezt az elnök úr remekül kihasználja, hiszen közpénzből ezek a százezeres kis apró támogatások nyújtásával, egy-egy súlyzogarnitúrával, egy-egy Cipővel, egy kis szereléssel ezeket lehet láncolni, illetve ezeket el lehet majd vonni, kihasználva a klubok esendő helyzetét. Úgyhogy ezt nagyon jól használja az ő irányítási modelljében. Visszatérve még egy picit a szponzorokra, kétes baráti támogatók vannak átláthatatlan módon. Amikor egy közgyűlési anyagban a szponzori beszámoló gyakorlatilag számokat nem tartalmaz, tehát forint nincsen benne, akkor az egészen komolytalanná válik, én azt gondolom. Igen, igen, hát ezek azért érdekes dolgok, és nyilvánvalóan ezekkel elég nehéz vitatkozni, mert pláne ami papíron van és le van írva, az azért ugye magában már dokumentum jellegű. Egy dolgot mondom, hogy még meg nekem álkos, ha felszólítasz lemondásra valakit, akkor nyilván egyben mondjuk tegyük fel, ha meghallaná ezt az üzenetet, és ahogy te mondod, önkritikát gyakorolna, akkor van egy megüresített pozíció, adott esetben nyilván kellene egy új fejezetnek nyílni a szövetségben kit látnál oda alkalmasnak, hogy újulhatna meg a szövetség, amennyire lehet ezt tömören fel tudod nekünk vázolni? Megint csak azt gondolom, hogy az elnök személye is másodlagos, itt egy nagyon komoly szakmai összefogásra van szükség elsősorban, hiszem, hogy a magyar súlyemelésben van annyi önbecsülés, és még mindig van annyi szakmai tudás, hogy meg tudja találni azt az embert, aki ebből a kátyúból, nem kátyúból, ebből a halott állapotból újra tudja építeni a magyar súlyemelést. Volna személyjavaslatod? Azt gondolom, igen. Csak ezzel most nem akarsz előrukkolni. Ez nem időszerű ez a kérdés. Na jó, hát ha időszerű lesz, akkor remélhetőleg visszatérünk rá. Jó? Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.